Üdv ismét itt, az FX Robot Crypto YouTube csatornáján. Ha még új vagy itt, és érdekel a téma, akkor iratkozz fel, és nyomj rá az értesítésekre is. Így egyből tudni fogod, hogyha egy új videó kerül föl a csatornára. A mai videóban szó lesz Robert T. kiyosaki szó lesz a Bitcoin bánájáról, aki belöntötte a piacot. Ezen kívül, amint látod, mivel mással is kezdhetnénk, mint a, pornós a pornós ICO-val, hiszen nyilván ez érdekel mindenkit a legjobban, bár senki nem néz pornót a világon, ez teljesen nyilvánvaló, de ettől függetlenül ismét itt egy új token, aminek az ICO-ja bő 19 óra múlva kezdődik, március 13-án, de nézzük meg, hogy mit tud ez a token. Tehát itt látjuk ezeket a kecsegtető számokat, hogy 103 milliárd dollár, ez gondolom az éves bevétel úgy a teljes felnőtt iparágat tekintve, és természetesen ez az a szegmens, ahol mindenki szeretne anonim maradni, de az csak egy dolog már az anonimitás, hiszen hogyha kicsit járatos vagy az online marketingben, vagy árultál már online valamit, akkor tudod, hogy a PayPal, vagy a Stripe, vagy a többi nagyszolgáltató szolgáltató mekkora részt hasít ki ezekből a fizetésekből, és most ezt szeretnék megreformálni a Bunny tokennel. Tehát ö, csökkenteni a díjakat, gyorsítani a fizetési eljárást, és természetesen megőrizni az anonimitást. Na de nézzük meg, hogy hogy működik. Hogyha ide navigálsz erre az oldalra, és rákattintasz az MVP menüpontra, át is mehetsz egyből a payment page-re, azaz a fizetési oldalra, és itt látsz, hogy meglátod, hogy akár egy videót is lehet fizetés ellenében megmutatni. Kicsit úgy néz ki egyébként majd, mint a Stripe-nak a fizetési felülete, ami abból a szempontból jó, hogy egy már ismert felület, az emberek bíznak az ilyenekben, az ilyen típusú fizetési felületekben. Csak rákattintasz, beszkenneled gondolom a kódot, és. Megnyomod a gombot? Tadám! És már is egy olyan videóval találod szembe magadat, amit a 90-es évek elején a nehezen behozott NDK-s csatornákon lehetett látni. Valami történik, de igazából nem tudjuk, hogy mi az. De hát én nem ezért fizettem. Persze, nyilván nem fogunk valódi pornót mutogatni, és ők sem teszik ezt. Ez csak a bemutatása a fizetési szolgáltatásnak. Úgyhogy ez a Bunny Token. Hogyha egy kicsit lejjebb lapozol, akkor megnézheted természetesen a White papert, t vásárolsz tokent, de ezzel még azért várj egy kicsit. Van egy bemutató videójuk, és hogyha az oldal aljára mész, itt vannak a, az érdekességek, tehát 13-án kezdődik el, ez a pre-initial token sale, tehát még a még az előzetes, már a uh, privát prészél után, de még az initial token szél előtt, ami, ami 25-én kezdődik, és a teljes uh, ICO-nak 25-én lesz vége májusban. És innentől kezdve uh, majd nekiállnak belistázni őket az exchange-ekre, de azért ezt tudjuk, hogy nem megy olyan egyszerűen, úgyhogy azért uh, érdemes körültekintőnek lenni, ezzel az ICO-val kapcsolatban is, mint minden más egyébbel is. De hogyha lejjebb jövünk, itt megnézheted, hogy milyen problémát old meg ez a Bunny és amit a, a videó elején elmondtam, hogy a felnőtt iparákban blablabla bla, bla, magasak a díjak, és az anonimitás, ami számít, úgyhogy nyilván ezt szeretnék ők megoldani ezzel, itt leírják, hogy egyből az exchange is küldhetsz ide, tehát nem kell, nem kell a tárcádba átutalni és onnan uh, utalni az oldalra bitcoint vagy etert. Hogy mi az ára? A március 13-i kezdéssel 10 ezer banicoint vehetsz egy eterért, de ezután minden nap 1%-kal fogják emelni az árát, és amikor véget ér ez a pre szél a egy eterért megvehető bánikainok száma 4836-ra fog csökkenni az árfolyam emelkedés miatt. Itt megnézheted, hogy pontosan mikor kezdődik. Március 13-án, azaz holnap, középidő szerint délután 2 órakor, és április 24-én éjfélkor ér véget, majd a hivatalos ICO az április 25 éjféltől május 25 éjfélig tart. Hogy hol tudod őket tárolni? Bármilyen ERC20 kompatibilis tárcában, mint például a Metamask, de itt leírja a többit is, hogy mikor lesznek ott az exchange-eken. Hát ezt is már mondtam, hogy igazából már felvették a kapcsolatot a top kriptovaluta váltókkal, és a az ICO után hamarosan belistázásra kerül, de hát ezt tudjuk, hogy azért ebbe szokott hiba csúszni. És a többi. és a többi. Amit viszont még érdemes megnézni, ennyire azért utána néztem, hogy az ICU bench mit mondanak róla, és, és a szakértők nyilatkozatai szerint, összesen az 5-ből 2,9 pontot kapott, méghozzá, amit mindenki megemlít, hogy nincsenek tanácsadóik. Ott vannak a blockchainhez értő programozók, ott vannak a marketingesek, de nincsen, nincsen tanácsadói csapat, ami, ami ebben az ICO világban azért egy komoly hátrány. És végül őket mindenki ezt emlegeti. Illetve van még egy, Giovanni barátunk, megemlíti, hogy nincsen KYC, azaz Know Your Customer, ami azt jelenti, hogy igazolnod kell magadat, hogy egy legális entitás vagy, és nem azokban a tiltott országokban élsz, ahol nem lehet csatlakozni az ICO-hoz. És a másik dolog, amit ő még megemlít, a Spank Coin és az Xplay, ami szintén hasonló típusú token, és ezek sem futottak be eddig nagy karriert. Tehát, hogyha megnézzük itt a Spenching-nek az oldalát, hogyha gondolod, a végig, ki, kiteszem majd természetesen a többivel együtt ennek is a linkjét a videó alá, de a Coin checkup ránéztem, és ahogy látod, november 23-án 2017-ben listázták, először Exchange-en, volt egy kis emelkedés, ahogy az új coinoknál szokás, és aztán visszaesett az ára, és most 17, illetve 20 cent környékén stagnál. Ugyanakkor itt van a másik, az XPA, azaz az Xplay, aminek hát a karrierje gyakorlatilag ugyanolyan, mint az előbb említett Spank Chainnek, Elkét egy picit korábban, szeptember 19-én listázták először, szintén volt egy nagyobb felfutó trend, majd visszaesett az ára ilyen 10 cent környékére. Egyébként nyilvánvalóan így még nem lehet megítélni, de azt, hogy látjuk, hogy több szereplő is van a piacon, azért némi reménykedésre ad okot, már legalábbis annak, aki, aki szeretne belevásárolni ebbe az ICO-ba, vagy, vagy szeretne ilyen típusú tokenekkel foglalkozni, de az biztos, hogy amilyen formátum mellé a felnőtt iparág áll, az, az, lesz a nyerő, és a későbbiekben akár más területeket is megkódíthat. Gondolhatsz itt most a rég múltra, mint például a VHS-re, a Betával szemben, vagy a DVD-re, vagy a Blu-ray-re, és igazából mindegyik úgy lett sikeres, hogy, hogy a felnőtt iparág ezek mellé állt. Mondjuk az internet az elég nagy szopás volt nekik, már a szabad ilyen finom áthallással élni és megszakítani a hírek monoton sorát, de azt tudjuk, hogy mindenki, aki pornót néz, tehát senki, az szinte mind lopja, tehát ingyen jut hozzá, úgyhogy nem is tudom, hogy milyen 103 milliárd dolláros éves bevételről beszélnek itt a bánítókerem, de mindegy, ez most lényegtelen. És természetesen ennek is a weboldalán körül tudsz nézni, hogy mi ez. Ennek mondjuk nyilvánvalóan az ICO-ja már véget ér, de um, hogyha szeretnél róla többet megtudni, akkor, akkor a link a leírásban. Na, lépjünk tovább a Bitcoin bálára, aki nem más, mint Nobuaki Kobayashi, aki uh, annyiban kapcsolódik a Mt. ami maga volt a kriptotős, de amíg el nem loptak tőlük mennyit is, 850 ezer bitcoint, és ezek közül 200 et sikerült visszaszerezni, és ez a Kobayashi úr felügyeli azt az eljárást, amelynek keretében megpróbálják a károsultakat kártalanítani, és jól is ment ez addig, amíg észszel adogatták el a bitcoinokat kisebb adagokban. De most úgy tűnik, hogy vagy ők is bepánikoltak, vagy egyes hírek szerint a közeli rokonok és ismerősök mostanában vásároltak, amikor ők jó áron adtak el. Viszont a lényeg a lényeg, hogy most beöntöttek egy csomó bitcoint a piacra, és ennek hatására is leesett az árfolyam. Ezt tapasztaltuk most az utóbbi napokban. Bízom benne, hogy a jövőben, most már kicsit körültekintőbben bánnak ezzel a bitcoin mennyiséggel. Viszont itt hadd említsem meg, hogy ilyen az, amikor a decentralizált valuta felvesz centralizált tulajdonságokat, tehát amikor egy nagy mennyiség van egy bizonyos befektetőnél vagy befektetői csoportnál, akkor ilyen dolgokat képesek véghez vinni, és ezért nem szeretik nagyon sokan a ripple mivel ott a tulajdonosoknál azt hiszem több mint 51%-a van a forgalomban lévő Ripple mennyiségének, és bármikor meg tudják vele mozdítani a piacot. Ez tehát elég nagy probléma, úgyhogy Kobayashi úr, reméljük mostantól meggondoltabban fog kereskedni. Egy pici eltén. Úgy tűnik, hogy nem csak engem, hanem mást is érdekel egyébként, mert 12 óra alatt több mint 500 ezer számítógépet fertőztek meg egy olyan vírussal, vagy routek-tel, ami elektróneumot bányáztat a megfertőzött számítógépeken. De szerencsére azért az iparág gyorsan lépett, és úgy tűnik, hogy most már a Microsoft is, a Windows Defenderrel, illetve a többi nagy vírusírtó gyártó cég is kapcsolt és a, a saját termékükkel most már eltávolítható ez a rootkit. Természetesen ajánlom mindenkinek, hogy legalább egy minimális védelmet biztosítson a számítógépének, mert csúnya meglepetések tudják érni. Most nem is az, hogy feltétlenül hogy akár ellopják az adatait, de de sok mindent lehet távolról telepíteni a gépedre és feltörni az e-mail fiókodat stb. stb. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a vírusírtót, tűzfalat és jelszókezelőt, amivel erős jelszavakat tudunk létrehozni, és nem kell rámlékeznünk, mert ez megteszi helyettünk, mint például a LastPass, ami ingyenes egyébként. Más, úgy tűnik, hogy a mega storecom Hirdetett egy kis játékot, és szavazásra hívta azokat, akik szeretnék az oldalon vásárolt termékek ellenértékét kriptovalutában kifizetni. Négy darab maradt fent a Rostán. Ahogy látod, az LTN magasan vezet, 66%-nál tart, és nyilvánvaló, hogy a, az electroneum akkora rajongói bázisa van, ahogy valaki meg is említette korábban, csak egy túl, túl hype szar, de úgy tűnik, hogy ezzel a hype azt is el tudják kérni, hogy bekerüljenek ilyen típusú boltokba. Itt lehet szavazni egyébként, aki akar, természetesen ez fakultatív. Lépjünk tovább most Roberti Kiyosakira, aki hát valószínűleg nem más, mint a pénzügyi világ Hója, de azt nem szabad tőle elvitatni, hogy a korai könyveivel, illetve a Cashflow című társas játékával olyan közel hozta a pénzügyi intelligencia tanulást a tömegek számára, amennyire csak lehet. Tehát akik az iskolában nem tudtak, vagy egyszerűen nem tanították őket, és ezért pénzügyi képzettség hiányában nehezen boldogulnak nem csak az üzleti világban, hanem általában a mindennapi életben is nem tudnak kitörni a múkus Azok számára érdekes gondolatai lehetnek. Egyébként maga a cashflow társas játék is egy tök jó dolog, úgyhogy ha van én a környezetben, akkor ajánlom, hogy játszál vele egy-két kört, mert sokat megtanulhatsz a pénzhez való viszonyodról. De lényeg, lényeg, hogy találtam egy cikkét, amit lefordítottam, és Megpróbáltam nyilván a lehető legtöbbet visszaadni abból, amit, amit ő gondolt. Nem vagyok egy tudicsákos, de azért beletettem mindent. Úgyhogy, ha van kedved, a linket megtalálod a videó alatt, és egy pár perces olvasmány. Ez kioszaki tanácsaim, amiket minden kriptokereskedőnek tudnia kellene. Ez igazából nem csak a kriptokereskedőkre vonatkozik, természetesen, hanem Mindenkire, aki, aki szeretné egy picit jobban átlátni ezt a pénzügyi világot, találkozunk hamarosan. Addig is csá!